Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, Amen! Kedves testvéreim, mai szent misénket a Hozsonna énekeskönyv 226-os énekének első versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, Szent Misén kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet itt a Szent Angyalok hajlékában, és az Apostol TV kedves nézőit egyaránt. A mai szentmisénket felajánljuk elhunyt Nagy Imre Károly testvérünkért, halálának negyedik évfordulóján, és elhunyt családtagokért, Árvai, Bocskai, Fehér és a nagy család tagjaiért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat létkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a gyermekek fogadjanak szót szüleiknek az Úr kedvéért, mert így van rendjén. Ez a parancs ígérettel van egybekötve. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy életed Istentől áldott legyen a földön. Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemre az Úr intelmei szerint. Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak félő tisztelettel és egyszerű szívvel, akárcsak Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mint azok, akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái,
akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek. Hiszen tudjátok, hogy bármi jót teszünk, akár szolga, akár szabad ember valaki, megkapja jutalmát az Úrtól. Munkaadók, ugyanígy viselkedjetek beosztottaitok iránt. Hagyjátok abba a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is uratok van a mennyben, akinél nincs személyválogatás. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Isten meghívott minket az evangélium által, hogy részesüljünk Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőségeket, Isten. Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, amelyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle, Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? Ő így válaszolt, törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A házúra felkel és bezárja az ajtót. Ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón. Uram, nyisd nekünk ajtót! Erre ő azt feleli nektek, nem tudom, honnan vagytok. Akkor ti bizonygatni kezditek. Veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. De ő megismétli, nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem, mint ti gonosztevők. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről is helyet foglalnak az Isten országában. Íme így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Itt Gazdagréten és otthonaitokban. Azon a helyen, abban az életállapotban és hivatásban, ahová a Jóisten állít minket, ott kell helytállnunk azon a helyen. Ma folytatódott Szent Pál apostolnak erény katalógusa, vagyis azoknak a magatartás módoknak rövid felsorolása és követelményeknek megfogalmazása, amelyek elkezdődtek tegnap a házassággal kapcsolatban, a férj és a feleség összetartozásában, most a szülői hivatásról, a szolgákkal való kapcsolatról, vagy a szolgáknak teendőiről, a gyermekek kötelességeiről, és a munkaadók például feladatairól is hallottunk, és mindegyik élethelyzetben erre kell felfigyelnünk, hogy mindent Istenért kell tennünk, és akkor töltjük be az adott helyen és adott állapotban a hivatásunkat, ha átjár minket ez a szándék, hogy a jelen múló időben bármit teszünk, az már része az örökké valóságnak,
és előkészítője az örök létünk állapotának. És mindez nagyon fontos figyelmeztetés, csak zárójelbe téve a liturgikus idő sürgető szelleme és üzenete most megszólal a köznapi olvasmányokban is, ugyanis az évközidő 30. hetében járunk, és még 4 hét van hátra ebből a liturgikus évből, és ahogyan Krisztus király ünnepe felé az utolsó évközi vasárnaphoz közeledünk, előkerülnek a kötelezettségeinkről, a számadásról, önértékeléseinkről szóló üzenetek. Ilyen olvasmányokat hallottunk ma is, hiszen az evangéliumban pedig tág értelemben beszélt az Úr Jézus arról, hogy készen kell állni az embernek az üdvösségre. Arra senki nincsen bebiztosítva, nap mint nap helyt kell állni, hiszen megkérdezik tőle, és ez a kulcskérdés a mai evangéliumban, Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek? És valójában, aki ezt megkérdezi, vagy aki magában is közülünk akár, fölteszi ezt a kérdést, hogy vajon kik üdvözülnek, és miért üdvözülnek, akik üdvözülnek, és mi annak az útja, módja. Nem lehet önmagunkat bebiztosítani, nem lehet elkényelmesedni akár a vallásos élet területén sem, mert vissza kell térnünk az eredeti gondolathoz, amivel elkezdtük a mai elmélkedést, hogy ott, ahol vagyunk, ott kell helytállnunk. Az Atya irgalmáról tanít az Úr Jézus, útközben tanít a városokban, falvakban, és minden ember iránt tanúsítja az üdvözítő szándékát és irgalmát a Jóisten. Tudjuk jól, hogy Jézus környezetében a nép vallási vezetői, példaadó követői, a farizeusok és az írástudók a mózesi törvények megtartásában vélik megtalálni az üdvösségnek a forrását és annak a lehetőségét. És az Úr Jézus éppen őket figyelmezteti arra, de mondjuk ki azt is, hogy nekünk is szól, a hívő és vallásunkat gyakorló embereknek is a figyelmeztetés, hogy nem elegendő megtartani bizonyos törvényeket, vagy a mi szokásainkat, aminek eleget teszünk akár nap mint nap, hanem tudatosan kell az Isten szolgálatában állnunk, és tudatosan kell az Isten akaratát teljesítenünk. Vagyis nem azt a kérdést kellene föltennünk, hogy hányan üdvözülnek, hanem azt a kérdést kell föltennünk, hogy Uram, mit kívánsz tőlem? Amit az Úr Jézus is föltett a mennyei atyának, illetve ahhoz igazodott, Atyám, úgy legyen, ahogyan te akarod, mi a te akaratod. Erre tanít a mi atyánk imában is. És talán az a kedves gyermek is Sámuel személyében, aki meghallja először az Úr hangját éjszaka, ő is megtanulja azt a kérdést, amit a főpap mond neki. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Összegezve mai gondolatainkat, a különböző élethelyzetek, családi állapot, hivatás, melyről Szent Pál beszél, és az Úr Jézus figyelmeztetése arra vonatkozóan, hogy
az Isten szándékait kell megtennünk az üdvösséghez. Ma is arra késztett bennünket ennek az üzenetnek megfontolása, hogy keressük Isten akaratát, találjuk meg önmagunkat minden adott helyzetben, és életállapotunk, hivatásunk, lehetőségünk, és egy adott helyzetnek a követelménye abban segítsen minket, hogy tudatosan Istent szolgáljuk, és tudjuk azt, hogy a mulandó idő itt a Földön már bennünket az örökké valóságra készít elő, és minden evilági tettünk része lesz már örök életünknek, reményeink szerint annak boldogságának. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, Istenünket, hogy szent lelke irányításával vezessen a szűk ösvényen a megigazult élet dicsőségére. Adj erőt, Urunk, gyöngeségünkben, hogy mindig a helyeset és a jót tudjuk tenni. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj készséges akaratot, hogy kövessük a Szentlélek indításait és sugallatait. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy átformálódjunk fiad képmására. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy szüntelen jó cselekedetekkel szolgáljuk fele barátainkat. Kérünk téged, hallgass meg. Add, Urunk, hogy Szent Fiad magáénak ismerjen minket, és megnyissa előttünk országodat. Kérünk téged, hallgass meg. Üdvösségünk ajándékozója, jóságos mennyei atyánk, megtestesült Szent Fiad, megszereztesz számunkra a megigazulás ajándékát. Kérünk, küld szívünkbe szent lelkedet, hogy irányításával és sugallatai vezetésével elérjük a nekünk szent dicsőséget, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A 226-os ének felajánlási verszakait fogjuk most énekelni. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházára. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, amelyeket fölségednek felajánlunk, hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök igédő által alkottál mindent,
és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltónk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük és egy szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenet, dicsőséged beteti a mennyet és a mennyet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte halljuk feltámadásodat, amíg elmérsz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Imre Károly szolgádról, akit 4 esztendeje magadhoz szólítottál ebből a világból. Emlékezzél meg az elhunyt családtagokról, az Árvai, a Bocskai, a Fehér és Nagy család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Hadd, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével,
szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlítom, hanem csak egy szóval mondok, és megőrül az én lelkem. Kedves testvéreim, most a 126-os éneket énekeljük.
lelki áldozás imájával kérjük a kegyelmet az otthonaikban most velünk imádkozó testvéreink lelki javára. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, működjék hatékonyan bennünk a szent áldozás kegyelme, hogy amit most a szent színek alatt magunkhoz vettünk, azt a maga teljes valóságában is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, vajon sokan vagy kevesen üdvözülnek? Ez a kérdés foglalkoztatta Jézus környezetét, számunkra pedig az a fontos kérdés, hogy mit tegyek meg neked, Uram, hogy neked szolgáljalak, neked szolgáljak, és elnyerjem az örök életet, amelyre meghívtál. A szűzanya már célba ért, tőle kérünk majd égi közbenjárást, a 168-as ének első és második versszakával. Az áldást pedig most arra kérem a jelenlévő testvéreimnek, az Apostol TV és Hegyvidék TV nézőinek egyaránt, hogy mindig megtehessük Isten akaratát, üdvösségünk útját járva. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esetezzel kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére. A sátánt és a többi gonosz ellen, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világnak. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörög érettünk. Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek.